Elfogadták a költségvetést, több mint 800 millió forintból gazdálkodik 2020-ban a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei önkormányzat. Fejlesztés a Sóstói Múzeumfaluban. A közel 900 millió forintos projekt keretében többek között a színpad is megújult. Újrahasználati központ Nyíregyházán a megye lakosai ingyenesen leadhatják feleslegessé vált háztartási eszközeiket a Kerék utcai telephelyen. Elfogadta a költségvetést a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei közgyűlés. A Kölcsei Televízió híradóját látják. Köszöntöm Önöket! Több mint 800 millió forintból gazdálkodik a megyei önkormányzat 2020-ban a határmenti együttműködési programok mellett a területi és településfejlesztési projektek végrehajtására is jut költségvetési forrás. Emellett elfogadta a testület a közúti infrastruktúra tervezett fejlesztéseit, valamint a megye területrendezési tervének módosításait is. 2020 első Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei közgyűlésének egyik legfontosabb napirendi pontja az éves költségvetés volt. A képviselők elfogadták a rendeletet, így a bevételekből a határmenti együttműködések mellett a Tisza védelmére, kiemelten az Aknaszlatinai környezeti vészhelyzet elhárítására, valamint a folyamatban lévő topos projektek befejező munkálataira is fordítanak saját forrást. 800 millió forint körüli összegben számolunk az ezévi költségvetésben bevételi előnyelzet. Ez kevesebb a tavainál, de ennek projekt finanszírozási okai vannak. Egyébként az állami költségvetési támogatása mintegy 30 millió forinttal nőtt a megyei önkormányzattal, így hitelfelvételre változatlanul nem szorul a megyei önkormányzat, és stabil és kiszámítható a költségvetési gazdálkodása, mint ahogy ezt már az előző 8-10 évben is, tulajdonképpen 8 évben feltétlenül megszokhattuk. A közgyűlés a napirendi pontok között elfogadta a NIV ZRT 2019-es beszámolóját a megyei közúti fejlesztésekről, majd szavaztak a 2020-as tervezett beruházásokról is, melyek között közúti és kerékpárút fejlesztések, valamint intermodális csomópont fejlesztések is szerepelnek. A tervek szerint így 130 kilométer útfelújítást hajtanak végre idén, összesen több mint 15 milliárd forintból, és megközelítőleg 7000 tonna aszfalt bedolgozásával végeznek javítási munkálatokat megyeszerte. Az MSZP-s Veres János a Vállagy és Nyírbátor közötti útszakasz felújítását, valamint a 471-es út befejezését hiányolta a tervek közül. A 471-es számú főútnak a felújítása több mint egy évtizede kezdődött el, szakaszonként haladt ennek az útnak a felújítása az elmúlt több mint egy évtizedben. Az elmúlt két évben megállt. Az azt jelenti, hogy Nyírbátorban elkészült egy körforgalmi csomópontnak a létesítése a Császári úton, majd a csomópont után 13 méterre véget ért az útnak a javítás, azt követően rossz az út. A közgyűlés a megye településrendezési tervével kapcsolatban elfogadta a javaslattevési fázist, az egyeztetésekbe pedig sikerült bevonni a társadalom széles rétegét, mondta el televíziónknak a Fidesz frakció vezetője. Nagyon nehéz feladat, hogy mindenkit, minden polgármestert, minden intézményt, minden gazdasági társaságot a megye széles nyilvánosságát tájékoztattuk erről, és különböző fórumok voltak, ahol elmondhatták a véleményeiket, sőt vannak írásos beérkezett vélemények is, és ezeket a véleményeket, amelyek észszerűek, jogosak voltak, ezek a vélemények mind belettek építve jelen állapotában a megye területrendezési tervébe. Az eredetileg tervezett napirendi pontok közé felvettek egy plusz előterjesztést is, amely a nemzeti régiók védelméről szóló európai polgári kezdeményezésről szólt. Itt a Fidesz-KDNP képviselője aláírásgyűjtésre szólította fel a közgyűlési tagokat, valamint a megye lakosságát egyaránt. Ha összegyűl a megfelelő számú aláírás, akkor köteles az Európai Bizottság foglalkozni a kérdéssel, és annak lesz valami vége. Mi azt szeretnénk, hogy az legyen ennek az ügynek a vége. Két dolog, hogy azok a régiók hangsúlyat kapjanak, ahol nagy számban élnek nemzeti közösségek egy tömbben. Ha megnézzük Székelyföld vagy Partium, de Kárpátalján is tudunk ilyen térséget mondani, értelemszerűen elsősorban az Európai Unióban jelenleg is bent lévő tagállamokról beszélünk ebben a kérdéskörben, ezek a régiók többletfigyelmet kapnának. Ezek a régiók között vannak leszakaró régiók, sajátosságok vannak, és azt gondoljuk, hogy ezzel a kezdeményezéssel az ott lévő nemzeti közösségnek a jelenléte az egy gazdasági többletet jelent az Uniónak, gazdasági többletet jelent annak az országnak.
Kis András hozzátette, az aláírásgyűjtésre még 3 hónap áll rendelkezésre, melyet papíralapon vagy a nemzetiregiók.eu oldalon is megtehet bárki. Közel 900 millió forintból korszerűsödött a Sóstói Múzeumfalu. Az Európai Uniós és az önkormányzati forrásnak köszönhetően kialakítottak egy új vendégfogadó teret, és megújult a színpad technika, nyár végére pedig a portákat bemutató kisfilmek is elkészülnek. Térkövet kapott a sóstói skanzen sétánya, így már nem lesz sáros a látogatók lába egy-egy rendezvényen. A múzeumfalu fejlesztésének 2 célja volt, az attrakció fenntarthatóságának és turisztikai vonzerejének növelése. A terület és település fejlesztési operatív program az eddigi legnagyobb fejlesztést tette lehetővé. Ez egy nagyon komoly összeg, indult a modern városi programmal, bevettük a kormánnyal kötött megállapodásba, aztán EU-s forrásból, és részben önkormányzati forrásból, több mint 890 millió, tehát kerekítve 900 milliós fejlesztés, valóban soha nem volt itt ilyen, ennek a töredéke sem. A beruházás eredményeként megújult a szabadtéri színpad nézőtere, amely a szilárd szerkezetű ülősorokkal 200 fő befogadására alkalmas. Mellette alakították ki az illemhelyeket is, megújult az út- és parkolóhálózat, rekonstruálták a víz, szennyvíz, csapadékvíz és gázhálózatot, valamint kiépült a térvilágítás is, ami már régi igény volt a múzeumfaluban. Építettünk olyan elemeket, ami egyrészt mondjuk a raktár segíti a múzeumfalu működését, másrészt olyanokat, ami a turisztikát segíti. Itt vagyunk a látogatócentrumban, ugye teljesen más a bejárat, már itt látható, és ezt azért is tettük, hogy népszerűsítsük a múzeumfalut, és a hagyományőrzést ötvözzük egy modern turisztikai attrakcióval. Ehhez új bútorokat és informatikai eszközöket is beszereztek. A projekt a teljes múzeumfalut és az egyes porták bemutatását szolgáló kisfilmek elkészítését is tartalmazza. Ezek a tervek szerint augusztus 31-ére készülnek el. Megnyitotta kapuit az újrahasználati és tájékoztatási központ Nyíregyházán, a Kerék utcai hulladékudvar szomszédságában. Itt a lakók ingyenesen adhatják le a feleslegessé vált tárgyaikat, amelyeket később bárki megvásárolhat egy jelképes összegért. A cél az, hogy az újrahasználattal csökkentsék a keletkezett hulladékok mennyiségét Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. Évtizedek óta húzódó probléma, hogy a háztartásokban nagyon sok tárgy gyorsan cserélődik, mert mindig van újabb, divatosabb, ami miatt a régiek hulladékká válnak. Azért, hogy ez Nyíregyházán és a megyében kevésbé jelentsen gondot a jövőben, az Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. Egy újrahasználati és tájékoztatási központot hozott létre Nyíregyházán, a Kerék utcai hulladékudvar mellett. Lehetőséget biztosít arra, hogy a háztartásokban megunt használati tárgyakat, bútorokat, textíliákat ide a lakosságba hozza, ami a számára felesleges, ugyanakkor ezek mások számára még újra használhatóak. És egy bizonyos díj megfizetése ellenében, akinek tetszik az adott használati tárgy, azt elviheti innen. Tehát egyrészt van egy ilyen funkciója, egy gyakorlatilag egy piactér jellege, másrészt viszont jelentős szemlélet formáló hatással is bír. Ennek megfelelően a falakon található grafikonok bemutatják a hulladék keletkezését, valamint segítenek azok megfelelő elhelyezésében. Az átvételre szánt termékek esetében fontos szempont, hogy jó állapotúak legyenek, hiszen a cél az, hogy azokat mások a rendeltetésük szerint használják tovább. Konyhai eszközöktől kezdve bútorokig, szőnyegekig, táskákig, plüssállatokig, könyvekig mindent, amit nem tudunk befogadni és nem itt kezeljük, azok a elektromos hálózatból működő eszközök, tehát ezen kívül mindent tudunk itt újra használatra felajánlani, hogy így mondjam. A nyitvatartási idő az valamennyire igazodik a ugyanezen a telephelyen működő hulladékudvarhoz, de az áruk elvitelére, úgy mondom, hogy megvásárlására csak péntek nyitvatartási időben reggel 8-tól 16 óráig és szombaton 8-tól 14 óráig van lehetősége a lakosságnak. Eberhard Gábor hozzátette, az újrahasználati és tájékoztatási központot nem csak a nyíregyháziak, hanem Szabolcs-Szatmár-Bereg megye minden lakosa igénybe veheti.
részleges látogatási tilalmat rendeltek el a Jós András Oktató Kórházban, tájékoztatta az egészségügyi intézmény televíziónkat. Mint írják, az anesteziológiai és intenzív terápiás osztály belgyógyászati intenzív részlegén, a szülészet nőgyógyászati osztályon, a gyermekosztályon a pulmonológiai, a sürgősségi betegellátó és a hematológiai osztályon van érvényben február 17-től hétfőtől a látogatási tilalom. Erre az emelkedő számú felső légúti hurutos influenzás megbetegedések megelőzése érdekében van szükség. 15 ezer adag étel készül az idén már kétnapos harmadik nyírségi disznótoros fesztiválon a hétvégén. Több mint 20 főzőcsapat méri össze majd tudását február 22-én és 23-án a Sóstói Múzeumfaluban. A disznóságok mellett csilievő verseny, farsangi mulatság és hagyományőrző együttesek fellépése is színesíti a fesztivált. Tavaly több mint 12 ezer látogatója volt a nyírségi disznótorosnak. A nagy érdeklődés miatt idén már kétnaposra szervezik a fesztivált. A látogatók végigkövethetik a húsfeldolgozás teljes folyamatát a szúrástól a kolbásztöltéséig. Ez egy kiemelt rendezvény lehet, ráadásul, hogy a szomszédságban megépült a Sóstó Hotel, így a Sóstó Hotel már csomagajánlatban ki tudja ajánlani ezt a rendezvényt, és ahogy hallottam, nagyon sokan jelentkeznek is az ország különböző pontjából a Nyírségi Disznótoros Fesztiválra, ugyanis ez egy olyan nemzeti hagyomány, amit általában az emberek nagy többsége szeret. Ungvárral és Zsesóból két megfigyelő delegáció is érkezik a rendezvényre, hogy vigyék a magyar disznótoros hírét. A böllérek és főzőcsapatok feladata, hogy elkészítsék a hagyományos ételeket, a hagymás sültvért, hurkát, kolbászt, vagy éppen a toroskáposztát. Felvidékről jelentkezett két csapat, illetve Erdélyből kettő, úgyhogy így a nemzetköziség ismételten meg lesz a versenynek. A vasárnapi nap a Fülétől a Farkáig, ott 24 csapat jelentkezett már, ott az a cél, hogy bemutassuk, hogy a sertésből milyen sok oldalon lehet ételeket készíteni, itt lesz levestől kezdve a sült, a flekkenezett, mindenféle étel. Az ételek mellett a zsűri díjazza majd a legjobb fogópálinkát és forralt bort is. A gasztronómia mellett kulturális programok is szórakoztatják a múzeumfaluba látogatókat. Szombaton az Igrice Néptánc Együttes és a Zene Express tárjai lépnek fel a színpadon, még vasárnap többek között MC haver és teknő, valamint Nótár Méri szórakoztat majd. A disznótoros fesztivál második napja hagyományos szatmári farsangba is bepillantást enged. Nagyon hosszú ideig tartották ezeket a hagyományokat, egészen a 1960-as évekig, és most ennek néhány elemét fogják föleleveníteni. 10 órától és 13 órától lesz egy falukerülés, ahol különféle zsáner alakok fognak végig menni a múzeumfalu utcáin, és hát a látogatókat szórakoztatják, esetleg ijeszgetik, hiszen a farsang az a téltemetéshez kapcsolódik, a téltemetés ősi ünnepe. Aki farsangi öltözetben érkezik, ajándékot kap, hangzott el a rendezvény sajtótájékoztatóján. A harmadik nyírségi disznótoros fesztiválra a belépő és a kóstoló jegy is 500 forint, amelyet 9 és 15 óra között folyamatosan árusítanak majd február 22-én és 23-án a Sóstói Múzeumfaluban. Idén is folytatódnak az infrastrukturális fejlesztések Nyíregyházán, közölte Nagy Szabina, önkormányzati képviselő. A Fidesz sajtótájékoztatóján elhangzott, az elmúlt időszakban Nyíregyháza minden óvodája megújult, kivéve az Orosit, azt az épületet idén nyáron korszerűsítik majd. A 2020-as költségvetés pedig további fejlesztésekre is biztosít forrást. Egy új bölcsőde épül a Honvéd utcán, új házi orvosi és védőnői szolgálat kerül megújításra vagy kialakításra a Csillag utca 4-6 szám alatt, valamint egy házi orvosi rendelő felújítása is megtörténik majd a Fenyő utcán, és fontos kiemelni azt, hogy az egészségügyi centrum a hajléktalan személyek számára egy 24 órás orvosi ellátással kerül majd kialakításra a Tokai utca 3 szám alatt. A világ földrészeinek hegycsúcsain járt és élményeiről mesélt Neszmélyi Emil a Móricz Zsigmond megyei és városi könyvtárban. Az ügyvéd hegymászó már több mint 150 önálló esten beszélt az Everestről. Előadásaiban a dráma is fontos szerepet kap, a Duma Színház tagjaként pedig a poénok sem hiányoznak a mondani valójából.
gyakorlatilag a 4900 méter magasságban egy kis mélyebb és nem lesz egy feletti barlangnak. Tehát ott azért akkor a barlang, hogy akkor ott egy medve azért nem lőne föl. Több mint 100 percen keresztül mesélt utazásairól Neszmély Emil hegymászó a Móri Zsigmond könyvtárban. A világ földrészeinek hegycsúcsain átélt kalandjairól a nyíregyházi közönség hallhatott másodszor. A ma már sikeres ügyvéd korában profi kosárlabdázó volt, és bár a sportot abba hagyta, 35 éves korában elkezdett neki hiányozni az aktív mozgás. És milyen érdekes, hogy az extrém magaslati hegymászók ideális életkora 35 és 55. Tehát egyszerűen beleléptem abba a korba, ahol megtalált engem ez a kihívás terület, és úgy önmagát fejlesztve vitt el engem gyakorlatilag mindegyik földrész legmagasabb csúcsára. A fájdalmas és olykor megterhelő utazásokról és kalandokról úgy mesélt a hegymászó, hogy ezek egy részét a közönség is átérezze. Ehhez az út során készült fotók nyújtottak segítséget. A Duma Színház tagjaként pedig fontos szerepet kap előadásaiban a humor. Az Everest előadás az országos hírűvé vált, és engem megnéztek a Duma Színház vezetői, és én először azt hittem, hogy egy viccnek vagyok az alanya. Kerestem a kandi kamerát, amikor mondták, hogy hát itt a szerződés, és innentől nálunk fogsz fellépni. Neszmély Emil hosszabban mesél arról, hogyan lett a Duma Színház tagja, a hegymászásról, előadásairól és céljairól a péntek esti Weekend című műsorunkban. Tizenkét gólos vereséget szenvedett hazai pályán a Siófoktól a kisvárdai női kézilabda csapat. Az NB1 16. fordulójában lejátszott mérkőzésen a vendégek 32-20-ra győztek a városi sportcsarnokban. A kisvárda szombaton a sereghajtó Szent István Ese otthonában lép pályára. A mérkőzés első két gólját a hazaiak lőtték, 3-3 után viszont az EHF kupa címvédő vendégek zsinórban 6 gólt szereztek. A kisvárd az ittszereket rontott, nem nagyon találta a siófoki védekezés ellenszerét, így a szünetre 8-16-os állásnál vonultak le a csapatok. A második félidőben a hajráig felváltva estek a gólok, az utolsó 10 percben azonban növelni tudta előnyét a vendégcsapat, amely végül 12 gólos sikerrel távozott Kisvárdáról. Nagyon fókuszáltak voltunk, és a találkozót, a győzelmünket gyakorlatilag az első fél idei védekezésünkkel alapoztuk meg. Úgyhogy amikor az ember ide jön Kisvárdára, akkor tényleg azért szeretné megnyerni a mérkőzést, mert nem egyszerű, és boldogan hazatérni. Most ezt megtettük. Támadásban helyenként azért körülményesek voltunk, de ez belefért ma, úgyhogy összességében elégedett vagyok. A hazaiak vezetőedzője főként az első játékrészben kihagyott helyzetek miatt volt bosszús. Sajnálom az első fél időt, mert azt gondolom, hogy túl sok lehetőséget hibáztunk el. Ugye 8 gól lett a fél idő vége, és mindez úgy, hogy 700%-os tiszta zicsert hibáztunk a kapussal szemben. A Szikora, azt gondolom, ebben a periódusban gyakorlatilag sakmattot adott. Mindezek mellett összességében nyilván a siófoki védelem is teljesen jó volt, de azt gondolom, hogy az első fél időben sokkal több volt a kialakított helyzetek alapján, legalábbis én azt érzem, illetve nagyon sok kontragólt kaptunk abból a néhány technikai bángból, amit elkövettünk, illetve sok olyan ítéletet is kaptunk, amiből gyakorlatilag pozícióhátrányban voltunk és lefutott a Siófok. A mérkőzésen 4 találatig jutó Szabó Nina szerint kevesebb kapott góllal kellett volna lehozniuk a mérkőzést. A védekezésben talán sokszor szabadon hagytuk a beállójukat, ezekből is könnyű gólokat tudtak szerezni. Nyilván, amikor már elmegy az ellenfél, sokkal küzdünk visszafelé, de ez most nem sikerült. Második fél időben próbáltuk tartani az eredményt, vagy visszahozni kevesebb több sikerrel. Úgy gondolom, hogy jövő héten újabb feladat vár ránk, ami ezentúl sokkal fontosabb is. Mindent megteszünk, hogy a jövő hétvégét sikerrel zárjuk. A forduló további eredményei a következők. Mosonmagyaróvár Békés Csaba 29-28, Dunaújváros Ferencváros 24-30, Debrecen Vász 29-30, MTK Budapest Érd 40-35, Győr Albafehérvár 49-23 és Szombathely Szent István Ese 35-28. A tabella élén a Győr áll 34 ponttal, megelőzve a 29 pontos Ferencvárost. A 9 ponttal 11. Kisvárda szombaton, a 2 ponttal a sereghajtó Szent István Ese otthonában lép pályára.
Vereséget szenvedett Felcsúton a kisvárdai futballcsapat. Bódog Tamás együttese az NB1 21. fordulójában lejátszott mérkőzésen 3-1-re kapott ki a Puskás Akadémia otthonában. A kisvárda szombaton a Diós Győrt fogadja. Pont nélkül maradt hazai pályán a Nyíregyháza Spartakusz. Az NB2 24. fordulójában az Ajka 1-0-ra győzött a Városi Stadionban. Lengyel Roland együttese vasárnap Tisza-Kécskén lép pályára. Híradónk végén nézzük kiemelt híreinket még egyszer néhány mondatban. Elfogadták a költségvetést, így több mint 800 millió forintból gazdálkodik 2020-ban a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei önkormányzat. Saját forrásból 3 kiemelkedő területet támogatnak az évben, a határon átnyúló programok és a Tisza védelme mellett a folyamatban lévő terület és településfejlesztési projektek befejezése szerepel a tervek között. Megújult a Sóstói Múzeum falu 200 fő befogadására alkalmas szabadtéri színpada. Ez is része volt annak a közel 900 millió forintos beruházásnak, amely a skanzen eddigi legnagyobb léptékű fejlődését tette lehetővé. Az új látogatóközpont mellett a múzeum faluba telepített épületek tetőcseréje, szerkezeti megerősítése és homlokzat felújítása is megvalósult. Újrahasználati és tájékoztatási központ nyílt Nyíregyházán a Kerék utcai hulladékudvar szomszédságában. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye lakosai a jövőben itt adhatják le a már nem használt háztartási eszközeiket, amelyeket aztán mások jelképes díj ellenében tovább használhatnak. A Nyíregyházi Hulladékkezelő Központ ügyvezetője a megnyitón elmondta, a legfőbb cél az, hogy jelentősen csökkenjen a hulladékok aránya a megyében. Önök a Kölcsei Televízió híradóját látták február 17-én hétfőn. Friss hírekkel legközelebb holnap este jelentkezünk. Tudósításainkat addig is visszanézhetik a weboldalunkon. Én munkatársaim nevében is köszönöm a figyelmüket. Jó pihenést kívánok, a viszontlátásra! Hétfő este eleinte változóan fátyol felhős lesz az ég, majd éjszaka megvastagszik a felhőzet. Az éjszaka második felében elszórtan gyenge eső, zápor előfordulhat. A délnyugati, majd az északnyugatira forduló szél helyenként megélénkül, a legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 3 és 6 fok között alakul. Kedden eleinte többnyire erősen felhős lesz az ég, majd délelőtt már csökken a felhőzet, ezt követően pedig gyengén felhős idő várható sok napsütéssel. Kora délutánig néhol zápor még előfordulhat, az északnyugati szél megélénkül. A legmagasabb nappali hőmérséklet 12 fok körül alakul. A következő napokban változékony időre számíthatunk. A hosszabb, rövidebb napos periódusok mellett többször erősen megnövekszik a felhőzet, és szorványosan számítani kell esőre, záporra, főleg északon, észak-keleten helyenként havas eső, hózápor is lehet. Kissé gyengül a nappali felmelegedés, és megint csípősebbek lesznek a hajnalok.